Budapest és Székelyföld mellett Nyíregyházán is előadást tartott Szergej Botalov. A professzor évek óta régészeti feltárásokban vesz részt, melyekből többek között a magyarság eredetét is megismerhetik. Az elmúlt egy év eredményei mellett az elmúlt 50 esztendő dokumentumaira is támaszkodhatunk, különösen azokra a leletekre, amelyeket a magyar régész kollégák találtak meg. A sztyeppék feltárásai azt bizonyítják, hogy a magyarok jártak és raktak az Urál környékén. A különböző korszakokból talált csontvázak, bronz és aranyékszereknek köszönhetően a hun időszakot is jobban megismerhetjük. Az Urál környéki kurgánoknál, azaz temetkezési helyeknél rengeteg csontvázat találtak, amelyeket rekonstruáltak. A Nyíregyházi Főiskola egyik előadó termében tartott előadáson az érdeklődők a régészeti munkákról készült filmet is megtekinthették. Nagyon fontos számunkra, magyarok számára, akik magyar nyelven beszélünk, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk. Minél többet szeretnénk megtudni a saját történelmünkről. Szergej Botalov professzor jó néhány éve egy olyan kutatást vezet, amely friss eredményeket tud bemutatni. A magyarság őstörténetéről az Urál-hegységben egy óriási temetőt találtak meg, és rengeteg tárgyi emlék került a felszínre. Az Orosz Akadémia és a Nyíregyházi Főiskola között közvetlen kapcsolat van. A megyeszékhely intézményének rektora szeretné, ha oktatók és hallgatók egy csoportja részt venne ezekben a régészeti munkálatokban az Urál lábánál.